Odin, de szép elkészült az ebéd. Miért szépen tűnt, mint a madárka? Bánt valami. Persze, hogy bánt. Mi tehetünk róla, hogy a gólya meg a menyős titokba ellenjét? Úgy szenszert, mintha minket nézett levegőnek. Azért nézett minket levegőnek, mert nem tudja valójában elmondani. Hát ez az. Nem tudom, mi ezt fogok kenni. Beszéljünk el Divaszmesterrel. Csak hisz ő lehet az egyet a szépségünk. Ugyan már? Tegyük róla és együnk valamit. Bocsáss meg ebben ezért. Valami szétkezőt. Ezt tedd meg! Te mi a vagy? Te büdös! Kis görény eszkel! Ez az Odin teljesen üle. Na itt is van, ott henyéget egész nap. Mester, a drága Odin kereszt téged. Hát akkor mondd meg neki azt, hogy üdvözlöm. Tudhatná, hogy részt kívni az én nagy hiba volt. Kérdezd meg inkább ő tőle, hogyha ennyi szednéd. Vajon miben töri a fejét? Meg kell elnéznem. De mondd csak, mi bánt téged? Vagyis, hogy van valami panaszod? A fiúk miatt aggódok, nem tudom, hol lehetnek is. Nem is fogom tudni, mert épp ezért jól kihasználtak minket. Lehet, de amúgy is tudhatnád, ő a te lehetőséged. Mi van, te valami ott tett ott a tudhatnád, hogy én nem vagyok. Utána vagy épp beszélsz, akkor mindkelgetnek egész nap. Hát, mondd, gyere utána. Még most mi? Rögtön tudtam. Figyelj, nem az erősség teszi a legfontosabbat, hanem azt, hogy hogy legyél te önmagad. Igazából nem értek egy szószre. Hát, látod ezt a szőlőt? Pontosabban növekszik. Akkor éppen szégen növekszik, hatalmas szőlő fog nőni, egyre szél addig, amíg oda nem éri az ég tetejére. Lehet, de ugye azt tudtad volna valójában, hogy én magam miatt aggódnék. Na mindegy, te Krisztával viszont megkérdeztétek, hogy kinyomozzátok, hogy miben szántik el. Oké. Simálni. Légy nagyon óvatos. Meg lesz aztán. Úgy fogom megkeresgetni, hogy a lába szemérje a földet. Talán a jeget. Kitalálhattad volna szélesebben. Kár volt ide jönnünk. Itt a környéken nem találok semmilyen gólyász, de senki mást. Egészen pontosabb, ami eszéd van. Ha majdnem úton vagyunk, akkor kapd össze marad. Nézzétek szépen, barátaim, el is készült az elhagyott, amit erre vágytatok. Ebből pont erre vágytam. Na, milyen jól néz ki, köszönjük fajt, az igazán nem kellett volna. Emiatt a fáj, nem féltek. Rájöttem valójában, hogy szedhetjük rá ezeket a tulkokat, és van egy pipacs helyzetet. Vagy hogy a pipacs mestert, vagy kit is hívják. Na nem, ez itt a lényeg, hanem az, hogy szedjük rá őket. Most a fontos, mert a számban érzem az ebbet. Hallgatunk ők. Része a következő. Láthatjátok az agyában, hogy miben terjeszkednek. Kinyomozzátok és éppen eltekintetitek róla, hogy az egyetlen divacs mestert átveszi a hatalmat. Ezért ma ezt tökélet csapatok rá. De áttehetnék esetleg negyed egyre?
akkor teszik, amikor itt beszélgetnek a programjaimnak. Csak tegyétek azt, amit én mondok, ti lekedtek. Na, tudod a kis kujamarót. Azt mondja, hogy tegyünk szépen a dolgunkat. Mert ha mégszem, Tényleg ezt kell tennünk? Benne nincs veszély. Ő itt a nagy földök, úgyhogy enged elveszkedjünk kell. Annyira szeretlek neked, hogy még nem tudom, mit mondjak. Az én munkára az idő pénz. Gyorsan van bajtás. Még a végét csak a kárpam is. Szeptesen hová lettek ezek a fegyverek? Én sem találom, nyomuk veszett. De kerültettek rossz rendszámot. Rossz szerszámot hoztatok. Nézzétek meg ott a szerszámosnál. Kár, hogy azt hiszi, hogy ő itt az oszkál, miközben éppen szégen motoszkál. A földben volt a legfontosabb, maradj már kérek csendben. Ticincséges ég, hagyják másznak a kacsomban. Mit csinálsz? Hagyják vannak, jaj! Jó, majd jöjjünk ki. Utána lesz kimondani, de lépjünk. A pipacs herceg biztosan lesz venni. Miért nem vesz fel? Ez lett a tévelő. Nem csak rossz, de nézd! Attól tartok, vihar lesz. Eltosszolunk a rendőröknek, de nem ismer meg a törvényt. Ki hinnél veszed, hogy direkt megállottad. Te hisz nekem ezt mondtad? Itt ez nem jön be. Menjünk a ducsiba. Nagy baj van. Vagy nem tudom, hogy mászok ki belőle. Ő, bocsánat, uram. Jaj. Inkább segíts kimászni. Ha te segítesz, akkor jutalmam megkapod mindent, amit csak kész. Ami 10 év, vigy felét. Kapcsold be, gólya. Ahogy kíván. Muszáj volt egyáltalán egyáltalán egyszerűanod. Még gólyák ezzel nézzük. Ha látunk valami vihart, azonnal is a tépek. Fönök, jól érzi magát? Te Krisztával viszont megkérdeztétek, hogy miben fazzátok, hogy miben számítják. Működik. Há, navigáció. Ezt már nevezem. Zsss! Üdvözöltessétek a drága öreg maszkótokat! Yeah! Miniatűr lettem. De nem gondoltam, hogy ennyi miniatűr. Császom meg gazdám, de olyan, mintha egy bicóka tölpe lakozott ottan. De szegéket, ha nem cseket, kezd el azt, hogy is hívják, ha jót akarsz. Ahelyett, hogy a Honda bandázó itt nekem már rég becengedhettél volna. Tidintam! Ez lenne a humorsítúja. Működik! Zseniális vagyok így! Ho-ho-ho-ho! Teszek róla, hogy ez lesz életem leghihetetlen napja. És valószínűleg... senki nem állhat
az utamból. Senki. Nem gondolta vagy ezek gyerekek, nagyon jönnek. Te mit gondolsz erről? Rosszabbak, mint a kereskedő rokonok. De azért legyünk résen. Azt hiszem, kővetted minket. Ezzel nem nyűgöztél le. Pszt. Titokba kell mennünk kell. Megvagy. Csak egy drink. Várj egy picit, itt lesznek valahol. Tévedtem, ez még egyszer össze. Jaj! Viszont, még egyszer összét tettem le, ugye hogy milyen olyási? Ez részt okoz, vagy más is, vagy egy nagyobb buta is. Ja, várj, én vagyok az Odin. Odin, mit csinálsz? Betolakodót látok. Gondolhattam volna, hogy itt találkozunk. Hát, így én megmagyarázom. Azt a labokra fogják csipelgetni. Hova tűnjentek? Miért jelentél fel, te szerencétlen? Azt gondoltam, hogy lesz, abba beválik. Nem tudom, hogy mondod ezt nekem, Hugi, de itt van valami suskus. Figyelmeztettük Pipacsot. Attól tartok, hogy a barátaik nagy veszélyben vannak. Találtál valami tvén menyét? Hát azért jönnem. Értem. Akkor jobb lesz, ha mi most szólunk a főnöknek. Gyere! Figyelmeztessük ennek. Hé, bajtás! Te a pipacs hercegnő visszafogadhatna minket. Neked most elemit között. Hogy mi közöm? Egyfolytában csak neki dolgozunk, ez ilyen egyszerű. Kezdjük-e valami a másik munkát. De tényleg nem fogod fel azt, hogy mi itt a pálya? Ki vagyunk égve, amióta a felnökünk itt van? És persze figyelget. Pálcsak itt a normális életet élhetek, mint egy állatok. Jó hallottam? Azt mondtátok, állatok akartok lenni? Ki van zárva? Most kaptatok egy munkát, és ez lett a vége. Még egy kérdésem azért lenne. Mit akar azokkal a lányokkal csinálni? Hm? Talán meg akarja főzetni, vagy inkább valami más tiszta. Nem ezt széttésznek, de én bírom a kis fejét. Te könyörgök, engedjen haza! Már egyfolytában csak ott dolgozgatunk, és nem bírok-e pálcok szalvinni. Innen nem mehetek innen szavá. Ki is találta valamit, hogy kit fogunk fosztogatni. Te gólyába menjetek szépen oda, én meg addig heverészketek. És addig ne gyertek vissza üres kézzel. Üres kézzel?
Neked egyáltalán mi bajod van? Tudhatnád, hogy épp eszégessít a napocska? Neked mi van kedved tréfálni? Hihetetlen. Attól tartok, hogy a bátornak se híje se hamba. Hát kell volt ezt hajkuláznom. Mi színálsz te itt? Tartok, ez én szimatot fogtam. Nézd, találtam egy egeret. Ugye milyen édes? Fjaj! Az úgy érzett ki, mint egy mazsola. Nem tudnál egy picit koncentrálni? Szeretnék nyugodtan, nyugtalmal javíthatnád. Jó, rendben. De egyáltalán milyen jött a teszembe? Kéne valaki, aki a legbátlabb, a legelőszebb és a legkeményebb csaj egész Magyarországon. Ő rá gondolsz? Igen, persze, de nem, nézd! Jóságos ennek igazad van. Letadim. Ezt már jobban szeretem, azt hisz kijövök én arra a levegőre. Hogy meg kiszasszaj, de épp eszéggel végveszélyben van, úgyhogy jobb lesz, hogyha most eltávolíthatjuk nyugodtan. Mondjatok esetleg egy varázsbabot? Nekem nem kell bab. Mennyire volt egy kis apróska problémánk. A gólya meg a mennyétek éppen szőnék kiéptek. Éppen azért arra gondoltam, hogyha esetleg bevállalhatná ezt a munkát. Miféle munkát? Arra, hogy maga lehetne a dupről-re. Dupről? Én erre nem is gondoltam. Dupről lennék én. Igen, persze, te lehetni a dupről-re. Lesz majd a dupről, majd megmutatom neked. Köszönöm, nektek itt van a drága barátotok, az nem elég nektek. Csak akkor közlöm veled, hogy nem emiatt dolgoztatunk, hanem azért, hogy éppenséggel elvégezte a piszkosz munkát. Azzal, hogy a pipasz mesztereket találkozod, hol lettél? Odé, nem láttad, hogy is hívják? Hírok, csak hogy hídinek szólítskének. Hídi, akkor bocsánat. Beszélhetnék veled. Itt az eszély. Éppen szépen rábehetnék azt a kis ügyét. Igazad van. De hogy? Úgyhogy ő lesz a mai dupről. Ez a kötelességed. Oké. Beszállsz egy jó játékba? Hát, akár is kezdhetjük. Gondoltam, hogy az a balfény éppen szépen rám nézett. És ti nevezitek magatoknak jó útvezetőknek? Nem szívezett a szekér róla, de attól tartok, nem jár egy cipőben. Tennünk kell valamit. Csak is ti lehettek az egyetlen reményem. Tegyétek meg az aprócka szívességet arról, hogy nézzétek meg azt, hogy mivel szántik elgatnak. És magával mi lesz? Majd én ezzel meg kis after party-val fogom rendezkedni a dolgomat. Legyünk munkára! Az idő pénz. Velege van abból, teljesen talkig vagyok. Te ideje ezt pihengetnünk egy picit. Olcsóbbat viszont nem találok itt a kajádában, mert ezek alkatrészeket, ami pontosabban eszünk ezek. Alkatrészek. Bizony. Mert mi azt tesszük, te osztoba. Ha nem tudnád épp eszéggel, alkatrész, tökre betegség. A bőtvonó is mondta, ezt nagyon is ki kell idemelni. Ugye te megérteztem én, fafej. Épp eszéggel, sztrájkolni fogunk, ugye tudod? Sztrájkolni. Semmi lazán, semmi munka, csak sztrájk. Sztrájk, 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 sztrájk. Érted? Sztrájk! Ez olyan eszély. Nem szívesen mondom, de neked agyadra ment az a tavasz. Tök mindez, nem nézhetetlenül, na mentem. Hova? Megyek egyszer ezek a kajára valót. Te addig is vigyázzál rá a házra, nehogy valaki elcsípje. De a földnek megtiltotta, hogy az engem kit érdekel.
Például engem. Nos, kitaláltad, hogy fogunk hazajutni? Hát én erre nem tudok elmagyarázatot, de épp eszége hívok valakit. Halló? Igen, át tudnál vinni minket hazafelé? Ó, itt is van a fogalunk. Nasszelő, végre megmenekültünk! Hihi, ez az! Lassz is már picit. Csak nem azt képzeld az, hogy ez a lükke teljesen tönkre teszi. Mi bajod van? Jó kis móka. Jól a kis iránka, beszélj vele. Oké, megbeszéljem. Elnézést, uram, tudna nekünk adni egy pénzt? Ugyanis nincs pénzünk telefonra. Ha ne adhatnék, tessék, itt a bolya vagyoltok. De aztán vigyázva. Köszönjük. És itt a maga... Ez pillanat. De ez nem is papírpénz. Ha-ha, becsaptak titeket, ez nem is pénz, hanem az ördög bibliája. Én balvázán, ezzel akarja kiszúrni a szemünket? Az útból. Vigyázz! Jók vagytok? Hát te meglépett azzal a pénzzel. Juhuhu! Hát ezt meg hogy csináltam? Bennem van a csí, ez állati. Tesszék nyugodtan takarékoskodni azzal, mint te. Magyarok, folytatjuk. Aki nem lép eszele, nem kap létezt esztére. Pedig a krém ezt nagyon jó, attól állnak az való. Befejeznéd végre, az agyamra vezet az egész hülyeség. Bocsi, aki nem lép eszele, nem kap vétesz tesztőre. Pedig a krém ezt nagyon jó, a pohánynak az való. Holába a fiókák, mindjárt ott leszünk a sarkon. Ebben, mert már nem állhatok a műsorról. Oké, csak szedd a patádat. Na most jól figyelj ide. Pipacs, mesterre biztos, hogy beszélni fog. Nyugodtan kidobhatja a papucsát. Eszkedni mellék, hogy itt lesz valahol, ahogy meg visszasz ez. Nem sem mondok nektek, de eléggé furcsának találom ezt a helyet. Ti aktok ebbe a jó kis beszóban? Nem sem mondok neked, de ez itt az ördögi paladicsom, visszasz. Mondjunk, be kell mutatkozzunk Pipacs hercegnőnek, vagyis hogy Mesternek vagy állat. Látod, ő már szemmintjén tanul. Lehetséges, mindenképpen igaz. Semmi híve ezeknek. Mester, álmulhatsz egy nagy csodát, mert most, aki pont most eltűnt hozzánk, Kopernikusz kérek, ő felsége Heidi ezeknek. Állok szolgálatára. És hol van Krista? Krista, tényleg hova lehetett? Szia Krista. Bánt valami? Persze bánt. Olyan is, amennyit épp eszége forralnak valamit. És nagyon meghallgítanának. Igazad van. De én szívesen tudnék neked segíteni. Szóval meg őszintén, hogy mit tévők legyünk. Mondjuk például befoghatnál a szállat, és kereshetnél valamilyen elmózsiát. Oké, rendben. Szóljál, hogyha kellek. Mint mondtam neked, tedd a dolgot. Jó, nem kell miatt mutyognod. Na, beszélj Krisztával. Tudhatod, hogy mennyi a fafej volt. Úgy látom, hogy valami kész. Hát lehet, hogy attól tartok igen. Lehet, hogy attól fejlődik kéne, amikor az a mackóra szegény beszéle nem adja fel. Szívesen látnék ilyen vendégeket, itt el nekem, bármikor átjössz. Engem nem érdekelnek az egész osztországok, csak azért kis nyugalmat. Ennek
ennek semmi értelme, húzzám. Mi történt akkor, mikor te nem voltál itt? Az volt a legnagyobb hiba, hogy épp ezért én költöztem. De aztán jött valamelyik állat, és elvette azt a gyermekeimet. Mert ők az én testvéreim voltak, amik a kalát el nem vette. Nagyon sajnálom ezt az egészet, de bár viszonyozhatnám. Ha bármi gondod van, mi szigeszel szegítünk, hogyha bár itt vagyunk. Mert épp ezért vagyunk itt, hogy szépen szegítsünk egymásnak. Gyere! Megbeszélj a pipac herceg nevel dolgot, és megpróbálok szót érteni. Jó, de én ezt egyszerűen nem értem. Odin. Mióta mi kis megettével, át kell kutatnotok a gólyát és a mennyétet. Meg kell tudnotok, hogy milyen készületnek. De tudhatná, hogy ő csak egy gyerek. Tudja, hogy ő csak egy gyerek. De amúgy is ez hős szíve dobok. Biztos vagy te ember? Nem maradhatnál esetleg otthon? Sajnálom, de nem. De ez az egyetlen küldetésed. Te így csinálta ki, mivel készülhetnek. Jaj, atyám. Szóval nincs vencéket a kaló, hogy hol vannak ezek a görények. Hát nincsenek sajnos. Gúnyoljátok azt a szentelen maskót. Szégyeni találhat bennetek. Te meg fogtok bűnhönni, és vele együtt a pajtikátok is. És nem leszek ilyen kedves hozzátok. Holnapig meggondolhatjátok magatokat. De ez volt az utolsó csepp a pohárban. Nagyon meg fogjátok bánni. És most mi ez? Hát megmondom mi ez. Kilépett, meghaszolott, tolatolvasz és leszkoztol én. Igen. De még jól szép ételkertben lakunk. Igen. Itt legyek szemmi készen. Látod? Én mondtam én, hogy itt lesznek a ősök. Juhéj, megmenekültünk, hurrá, hurrá, hurrá. Mondtam én, hogy megmenekülünk. Pont ebbe a kuszkóba laktak. És legfőképpen megkérdezett tőlük, hogy adhatunk-e, és ez lesz a legutolsó küldetés. Maradj itt, azonnal jövök, és hozok neked valamit. Nekünk ezt szállász kell. Áh, üdv a vendégeknek. Nyugodtak egy életben. Na drága Odin, mostantól imádkozhatsz. Azzal nem menekültünk. Ezt kérdez, igazat kell. Drága Istenecskén, ha itt vagy fent, küld el nekem, húfdága Pistit.